Sziasztok! Vettetek már részt igazi küzdelemben? Ma olyan fiatalokkal találkozhattok, akik igen keményen megküzdöttek az életükért. A kút 12 méter mély volt, a küzdőtér pedig a halál és az élet mesdjéje. Emberileg mi két gyermekkel gondolkodtunk, és az Isten hármat adott, Teodórának neveztük el. Van igazgató tanácsülés volt itt lenne a Nyíregyházi Kossuth gimnáziumban, és mi is elkísértük az aput Nyíregyházára, és amikor vége volt a gyűlésnek, eljöttünk ide anyuékhoz. Néhány percre kislányom Teodóra magára volt hagyva, és ez alatt az időszak alatt ő kiszaladt ide az udvarra. Kint voltam az udvaron, és játszottam. Maci! Előadást akartam csinálni a kutyának. Valami belső érzés azt mondta, hogy kell nézni, mi van a Dórikával. Kilépek az ajtón, és kezdem keresni. Dórika, hova mentél? Dórika, hol vagy? Dorcsikám, Dóri! Oda rohantam a kúthoz, ahonnan jött a hang, és elkezdtem kiabálni feleségemnek, nagyszülőknek, hogy jöjjenek segíteni. Vittem a kötelet, kötöttük a vejemnek a derekára. Abszolút nem gondolkoztam. Saját magam is képes lettem volna beugrani a vízbe, kötél nélkül is, és valahol azzal a hitte, hogy valahogy innen kijövök a gyermekemmel. És az ő arcán meg látni azt, hogy ő meg van nyugodva, mert én azt mondtam neki, hogy én megyek érte. Isten jelenléte sok mindenre feljogosít, és abban a pillanatban tudunk cselekedni, tudjuk, hogy mit kell tenni. Amikor a Fici leért érte, és az ölébe vette a Dúdit, akkor valahogy úgy megnyugodtam. Mire én odaértem, addigra ő már nézett kifelé a vízből, tulajdonképpen térdig állt a vízbe, mert a búvár szivattyún állt, és én magam se tudtam első pillanatra, hogy most ilyen sekély ez a kút, és ilyen kicsi ez a víz, és hogy ezt egyáltalán hogy élte túl, bár ez akkor nem tudatosult bennem, hanem csak egyszerűen az volt, hogy valahogyan kihozni őt. 2,90 méter a víz, megmértük utána. Próbáltam színlelni is, hogy nyugodtak vagyunk. Megfogtam őt, egyik kezemben ölemhez vettem, másik kezemmel fogtam a kötelet, és mondtam, hogy húzhatnak. A lábamat próbáltam feszíteni a betongyűrűhez, a kútnak a gyűrűjéhez, de ennek olyan volt a távolság, hogy a lábamat kinyújtani nem tudtam, igazából behúzni se tudtam, és körülbelül a kútnak a feléig tudtam magamat, úgyhogy fogom a gyermekemet az ölembe, és a kezemben meg a kötelet, a feléig tudtam a kútnak tulajdonképpen kijönni és magamat felfeszíteni. Aztán ugye közben próbáltak engem húzni is, és volt néhány pillanat, amikor úgy lepergett előttem talán minden. És úgy éreztem, hogy ha nem tudnak itt engem tovább húzni, akkor itt mind a ketten visszazuhanunk. Anyósom kirohant, jött egy kocsi, megállította őket, bejött két férfi. Az egyik a döbbenettől nem tudott semmit se tenni, a másik, ahogyan elmondták, az kezdte húzni a kötelet, és ez mindegy, egy negyed órán belül történt az egész, mire kihúztak bennünket. Nekem az életemből 10 évet elvett ez az érdelem, mert ebből lehetett mondjuk egy haláleset is. De jó Isten adott annyi erőt és eszet, hogy rögtön azonnal tudtuk, hogy mihez kell folyamodni. Egy csoda volt az, hogy ezt a 9 métert úgy zuhanta végig, hogy nem ütötte be se kezét, se lábát, semmiét a kútnak az oldalába. A deszkák, amik utána zuhantak, nem törték be a fejét, nem vesztette el az eszméletét, beesett abba a hideg vízbe, nem kapott szívgörcsöt. Egyszerűen magánál volt, ahogy elmondta, hogy kétszer kapott a búvár szivattyúnak a csöve után, egyszer kicsúszott a kezéből, másodszor megfogta, és azt mondta, a lábával ki tudta tapogatni a szivattyút. Azt mondtam utána, valahol úgy értem meg, hogy
itt lehetett látni azt, hogy Jézus miért mondja azt, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyerekek, semmiképpen nem mehettek be az Isten országába, mert ő teljesen megbízott bennünk. Szóval az, hogy én mondtam neki, hogy nincs semmi baj, apuci, lemegy érted, nem kell félni, valahol ő ezt teljesen fogta, és teljesen megbízott abba, hogy tényleg mi ott vagyunk, most már neki nem lesz ott semmi baj a kútba, és onnan ki fog jönni. És arra gondolok, hogy mi történhetett volna, akkor azt kell mondani, hogy a gyermekemnek többszörösen Teodóra a neve. Teodóra azért, mert emberileg mi két gyermekkel gondolkodtunk, és az Isten hármat adott, Teodórának neveztük el. Aztán Teodóra azért is, mert gyerek alkalmakkor olyan nyitott az ő szíve az Isten igéje iránt, és én hiszem azt, hogy a maga világába, hitvilágába, ő az Istennek odaadta az ő kicsi szívét és életét, ahogy énekelte, hogy az én szívem már hófehér. És Teodóra azért, mert visszakaptuk őt az Úristentől. Többszörösen ajándék, az Istennek az ajándéka.